Szia, Maier Gábor vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó pontosan, hogy miért is van szüksége egy vállalkozónak egy ilyen iPad-re is, ami itt is található. Ez egy iPad Pro, 11 hüvelykes, és egy ceruza is található hozzá. Ezt használom így a mindennapi dolgaimhoz, ami arról is szól pontosan, hogy hogyan is tudok például hatékonyan működni, minden dokumentum nálam tud lenni, és ha szükséges, akkor tudok akár jegyzetelni is. Erről lesz szó pontosan, hogy ki, milyen vállalkozó, hogyan, miként tudja ezt használni, és miért elengedhetetlen 2022-ben. Gondolkoztam, hogy indítok egy olyan sorozatot, ami által egy vállalkozó szemszögéből tudom bemutatni, hogy milyen eszközök szükségesek egy vállalkozónak így a mindennapi élethez. Legyen szó akkor is, hogyha még a kezdetén vagy, és például neked van egy üzleted, és személyesen te jársz ki az üzletekhez, vagy például fotográfus vagy, és mész ki fotózni különböző helyekre, szóval rengeteg fajta típusú vállalkozó lehet. Az is lehet, hogy te egy nagyobb céget vezetsz, és folyamatosan az irodában vagy akár nagyobb tárgyalásokra mész, folyamatosan nálad tud lenni ez az iPad. Kezdjük is azzal, hogy mire is való, vagy ki is gyártja ezt. Aki nem ismerné, de szerintem nagyon sokan ismeritek, az iPad-et ugyebár az Apple gyártja, és már jó pár éve a piacon vannak ezek a termékek. A legnépszerűbb ezek közül az iPad Pro, ezt viszik úgymond a legtöbben, viszont az Air is egy nagyon népszerű termék. Az Air az a egyszerűbb használatra, a Pro pedig akkor, amikor már egy különböző rajzolásokat, vagy videóvágás, vagy bármit egyebet szeretné rajta, vagy akár komolyabb szinten játszani, akkor az is arra is nagyon tökéletes, de nekünk ugyebár a munkára fog kelleni. Itt első körben én tényleg nagyon egyszerűen két dologra használom azt az egész iPad mizériát. Az első részben az arra, hogy lényegében fotózni szoktam vele, hogyha vannak olyanok, amik az üzlethez szükségesek, van egy olyan szolgáltásunk, például Google térkép, ott néha kiszoktunk menni a helyszínre, és ilyenkor ezt én szoktam elkészíteni, különböző szemszögekből szoktam fényképeket készíteni, mivel meg lehet nézni, hogy nagyon jó minőségű kamera van rajta. Igaz, nem egy fényképezőgép, de tökéletesen megfelelő arra, amit szeretnék vele átadni. Aztán utána szoktam arra is használni, főként erre, hogy úgymond ilyen jegyzeteket tudok készíteni vele. Itt lehet látni a képen is, hogy ugyebár létrehoztam, van egy olyan rajta, hogy a jegyzetek applikáció. A jegyzetek az egy alap Apple alkalmazás, és akkor itt bármit tudok írni, rajzolni, most csak rajzoltam egy ilyen vonalakat, de bármit tudok ide írni, és én nagyon fontos, hogy itt kategorizálom is ezeket. Szóval nem csak úgy van, hogy létrehozok egy jegyzetet, és akkor írok valamit, hanem hogy nekem külön van kategorizálva cégen belül különböző dolgokat, mint marketing, pénzügyek, bármi egyéb más, vannak, amik információs jellegűek, van külön a önfejlesztés, hogyha valamilyen könyvet olvasok, öltözködéssel kapcsolatban, szóval sok minden egyéb más tanulságok, ötleteim, ide szoktam leírni az ötleteimet. Régenben én az Evernote nevű alkalmazást használtam, ez is nagyon jó például, te nem iPad-et használsz, hanem valamilyen Samsung vagy Lenovo vagy bármely más táblagépet, akkor ebben az esetben Evernote tökéletes választásod lenni. evernote.com, amúgy le tudod tölteni, elég sokáig tudod ingyenesen is használni, aztán érdemes elő is fizetni. Nekem volt ott is több mint két évig előfizetésem, több mint 1800 körüli jegyzetem volt rajta, mai napig megvan amúgy, viszont átértem körülbelül a másfél éven erre a jegyzetekre, itt már több mint 2000 darab jegyzet van, szinte mindent ide írok, most is van több olyan ilyen online tréning, amit úgymond nézek, meg szoktam vásárolni ilyen képzéseket, és ott is követem, nézem őket, és akkor ide szoktam lényegében én úgymond ilyen jegyzeteket készítem belőle, például most Parajdi Istvánnak egyik képzését kaptam meg, mivel voltam ez egyik képzésén, és akkor volt hozzá, és akkor itt minden jegyzetet, minden egyebet ide szoktam írni. Vannak különböző olyan offline tréningek, amire szoktam járni személyesen, itt is voltam például ezen a tréningen, itt is ki van jegyzetelve folyamatosan. Senki nem olvassa el, azt tudom, viszont egy nagyon hasznos dolog, hogyha tréningekre is jársz, tudod használni. És hogyha folyamatosan mész és úton vagy akár tárgyalsz, akkor lehetnek útközben ötleteid, mit lehetne jobban csinálni, bármennyiéb, de ha egy papírra írod le, az elveszhet, bármennyiéb történhet vele. Itt veszel hozzá egy ilyen ceruzát, és nagyon egyszerűen az ötleteknél létre tudsz hozni egy külön mappát, és az összes ötletedet, ami összegyűlik, az oda tudod gyűjteni. Ez tökéletesen működik amúgy, hogyha szeretnéd MacBookon is például, vagy telefonon is, úgyhogy ha szeretnéd csak rendesen betűvel bepötyögni, akkor az is megoldható. Az írás egy kicsit gyorsabb,
illetve jobban ki tudom magad fejezni, mert tudsz hozzá rajzolgatni, vagy bármi egyéb, úgyhogy én ezért nagyon szeretem például. Ezen kívül, amire még sokat használom ezen belül, hogy szoktam készíteni a screenshotokat, például, hogyha nézek egy olyan videót, ami, vagy online tréninget, amilyen prezentáció jellegű, akkor ebben az esetben szoktam screenshotokat készíteni, és ide nagyon egyszerűen be lehet ágyazni őket, és akkor mellé tudok jegyzetelni, firkálni, vagy bármi egyéb, mivel ha már feltöltöttem ide, rákattintok például az adott fényképre, és miután rákattintottam, akár bele is tudok javítani ezzel a ceruzával, szóval tökéletesen jól tud működni. Illetve arra is nagyon jó, hogy például valamilyen videókat akarsz nézni, például döntesz, hogy a számítógépen fogsz jegyzetelni, viszont itt elindítod például a YouTube videót, vagy az adott képzésre lehet letölteni rá nagyon sokfajta applikációt, itt elindítod, ezt már lehet venni akár egy tartót, és fel tudod ide tenni, és akkor nagyon egyszerűen itt tudod nézni, közben meg jegyzetelsz, és akkor meg lehet persze osztott képernyővel is csinálni, de nagyon hasznos tud lenni, és nagyon hatékony. Ezen felül szoktam arra is használni, hogy videókat is szoktam vele készíteni. Most éppen az iPhone-omat, a 12-eset, azt éppen eladásra tettem fel, mivel betelt a tárhelye, és vásároltam egy másikat, ami sokkal nagyobb tárhelye van. Viszont addig is szoktam, és néha szoktam ezzel alapból ezzel az iPad-del videózni, úgyhogy ennek most már vásároltam Amazonról, lehet menni nagyon jó állványokat, és ez mellett a videó mellett most van egy ilyen másik állvány is, és akár ezzel is tudnák, úgymond videókat készítem, nagyon jó minőség, és jobb videókat készít, mint ez az iPhone most. Viszont kicsit nehezebb állítani, de meg lehet csinálni, és hogyha van egy jó ilyen standet hozzá, egy ilyen jó állványod, akkor akár úgy is meg lehet csinálni, hogy két szögből egyik kamera vesz téged innen előről, a másik pedig oldalról, hogyha szeretném videókat készíteni. Szóval meg annyi más, rengeteg különböző dologra lehet ezt az iPad-et használni. Én javaslom a Pro-nak a megvásárlását, nekem volt előtte iPad Air is, amit én a MacBook helyett használtam, szóval a számítógép helyett használtam, és meg voltam el elégedve, de szokták mondani a reklámban is, hogy helyettesíti a számítógépet, tudsz hozzávenni billentyűzetet is, vagy bármegyéb, de hidd el, nem helyettesít egy MacBookot, abszolút nem helyettesít. Lehet, hogy egyszer majd egy 10-12 év múlva fogja, de a következő 4-5-6-7-8-10 évben nem hiszem, hogy fogja úgymond valamilyen szinten helyettesíteni is. Pontosan azért, mert a MacBook-kal tudsz dolgozni akár az öletbe, vagy bárhova tudod tenni, könnyedén hordozható. Az iPad inkább arra van, hogyha videókat akarsz nézni, vagy akár netán így fanból szeretnél szórakozni, este filmet tudsz rajta, Netflixet tudsz rajta nézni, vagy bármi egyebet, vagy akár arra nagyon jó, hogy videókat készíts vele, jegyzetelni tudsz vele, vagy akár fényképeket is tudsz vele készíteni bármikor, és nagyon könnyen elhelyezhető, kevesebb mint 1 kiló, szóval nagyon-nagyon könnyebb, mint egy MacBook, és könnyen tudod magaddal hordozni. Akár ehhez is egeret lehet hozzá csatolni, szóval lehet venni a Magic Mouse-t, vagy Magic Keyboardot, nekem is van például, hozzá lehet Bluetooth-on keresztül csatolni, és azon keresztül tudod használni, szóval nagyon sok fajta különböző megoldás van, amivel működik, szinte hasonlóan működik, mint egy számítógép, mégse számítógép, ezt inkább én arra ajánlom, hogyha te vállalkozó vagy, hogy jegyzetel vele, mert nagyon sok vállalkozónak össze van írva nagyon sok papíron minden egyéb dolga otthon, ilyen kupacokba, halmazokba, így csináltam meg, és ez nem is probléma, viszont ezeket a dolgokat nem csak azt tudod, hogy majd a új ötletédet leírod, és akkor fogsz te jegyzetelni folyamatosan, kialakítasz egy ilyen mapparendszert, fontos tényleg, hogy kategorizáld azokat, ha legyenek ötletek, információk, jelszavakat tudsz belementeni akár, mert még le is tudod zárni a jegyzetet, tudsz akár olyanokat csinálni, hogy a cégen belül különböző ilyen almappákot létrehozol, szóval nagyon szépen lehet ezt csoportosítani, de ezen kívül nagyon jó arra is például, hogyha te szeretnénk beszkenelni azokat, amik már régen megvoltak ötletei, jegyzeteid, akkor akár arra is tudsz külön mappákot létrehozni, és akár be tudod azokat külön szkenelni, mert lehet, hogy valamelyik már nagyon régi, viszont itt örökre, digitálisan örökre meg fog maradni azok, amit lehet, hogy 20 évvel ezelőtt írtál le, és hogyha költöztök, vagy bármi egyebet csináltok, elveszhet, vagy eléghet, vagy bármi történhet, viszont itt örökre meg tud maradni, mert ezt a iCloud-nak a felhőjével fel tudod menteni, és akkor bármikor, hogyha veszel egy új iPad-et, vagy egy
iPhone, MacBookot, akkor tudod őket bingig letölteni, és meg tudod őket nézni. Szóval az iPad ezért nagyon hasznos, én arra ajánlom neked, így összefoglal a videónak a témáját, hogy használj jegyzetekre, hoz létre különböző mappákat, azon belül is akár ilyen almappákat tudj létrehozni, ehhez még egyszer adok neked egy támpontot, hogy vegyük át nagyon röviden. Nekem például vannak ilyen, ez a 2074 darab jegyzetem van most jelen pillanatban, itt is vannak olyanok, hogy például milyen események voltak, voltam BNI tag, akkor a BNI-n is voltak különböző események, azon belül például van a cégem a Mayer Corporation, akkor azon belül vannak pénzügyek, HR, sales, belső motor, az ilyen munkaköri leírások, ilyenek. Be szoktam tenni a fejlesztéseket, konzultációkat, akár tárgyalásokat is régebben szoktam ide jegyzetelni, most már CRM-be szokjuk vezetni. Ezen kívül képzéseket szoktam beleírni, információkra van egy külön kategóriák, jelszavak például, marketing, salesben különböző ötletek, önfejlesztéssel kapcsolatban azon belül is nyelvtanulás, táplálkozás, öltözködés, célírás, céloknak a meghatározása, szoktam írni a céljaimat, és akkor ide szoktam beírni digitálisan, hálaadás, én idő, és itt tovább, szóval tanulságok, tervezés, szóval nagyon sokfajta opció van, pénzügyeken belül is kiadások, hogy van hitel, akkor hitelek, ugye, befektetések, ezekre mind tudsz külön kategóriákat készíteni, tőzsde, sport, egyéb más dolgok, és a tanfolyamok is egy nagyon fontos rész, hogy online, offline, vagy különböző webinárokon, hogyha veszek részt, akkor ezeket mind lehet jegyzetelni, és utolsó sorban pedig szoktam olyat, hogy vállalkozás fejlesztés, vállalkozási ötletek, és különböző információkat szoktam még ideírni. Szóval ilyen röviden tömören nagyon szépen össze lehet ez az egészet ilyen mapparendszerbe foglalni, és lehet bármikor rajta változtatni, folyamatosan frissíteni, akár ilyen emojikat is be tudsz rakni, és akkor szépen meg tudok különböztetni, hogy például önfejlesztéssel kapcsolatosan nekem egy ilyen agy van oda téve jelszókba, akkor egy ilyen illető, aki befogja a száját. Aztán fontos az, hogy például, hogyha van valamilyen céggel kapcsolatos, akkor egy olyan ikont tesznek oda, szóval nagyon szépen egyedileg meg tudod csinálni, mindenki más használ rá természetesen, de iPad-en ez egy tökéletesen működő megoldás, úgyhogy használd ezeket a dolgokat, azért is mutattam, meg azért is készítettem ezt a videót. Ha már abban is elindulsz, hogy elkezdesz utána kutatni, gondolkozni, és úgy is gondolkoztál, hogy veszel egy iPad-et, akkor érdemes beruháznod rá, mert tényleg megéri, tudom mondani saját tapasztalatból, és nagyon szépen úgy be tudod építeni a mindennapokba, hogy egy olyan fontos eszköz tud lenni, amihez bármikor tudsz nyúlni, és elősegíti, hatékonyabbá teszi az életed. Találkozunk a következő videóban, ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, megköszönöm, hogy a kommentelsz is, és leírod a véleményed, hogy te már használtál valamikor ilyet, illetve hogy terve van a megvásárlása, vagy te inkább más, nem Apple Party vagy, hanem Samsung vagy Lenovo-t szeretnél. Meséld el ezt, illetve az, hogy neked milyen eszközeid vannak ahhoz, hogy digitalizáld a különböző ötleteidet, információkat a cégedről. Meséld el ezt, várom a kommenteket. Oszd meg ezt a videót a barátaiddal vagy olyan illetővel, akit szeretnél, szeretnének átadni ezt az információt, mert lehet, hogy számára hasznos tud lenni, és ne felejtsd el feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő videóban. Szia!